Szervusztok emberek, itt vagyunk egy újabb remekbe szabott videóval, és úristen, már megint be vagyunk zárva egy giga verembe. Úgyhogy innen kéne most kiszabadulnom, de ki volt az a galád, aki megint bezárt 232 darab, azaz 64 darab husikát, azért kivesszük meg ezt a kőásót is kivesszük, azért jó az is, lávafutás. Lávamester megint bezárt engem, az áldóját neki, na nézzük mit hírem. Lávafutás 2. Üdv Zsédav, eljött a napja a második futásodnak. Magad felett láthatod a szigeteket, mindegyiket találsz majd egy Ender szemet. Ezeket kell majd használnod a végső szigeten, hogy elhagyhassd ezt a világot. A lávaszint 10 másodpercenként fog emelkedni, egy blokkot. Sikerül majd vajon kijutnod? Lássuk, jól vigyázz, viszont ha csaláson kaplak, meghalsz! Hú, hát azt én nem akarom. Ezt a könyvet most el is szeretném én tenni. Hát igen, itt vannak fönn a szigetek, és valószínűleg csak úgy, mint az előzőn, 3 szigeten kell magamat majd végig verekednem, és az utolsó szigeten pedig majd valamilyen úton, módon el kell jutnom, csak ugye meg kell találnom mind a 3 szigeten az Ender szemeket, ahogy már mondta. Úgyhogy szerintem ne is húzzuk tovább az időt, kezdjünk is neki! Start! És kezdődik is! Ajajajajaj! Viszont akkor gyorsan kellene blokkot ásni, még szeretsz, hogy ennyire okos voltam, és hoztam magammal egy kőásót. Amúgy azt nem is itt találtam. Szóval szerintem elsőnek úgy 40 darabot földet így összegyűjtök, hogy azért biztos, ami biztos, mert azért elég magasan van az az első sziget. Szóval annyit összeszedek, és utána akkor meg is indulok, és már jön is egy zombi paciens. Áó. Na jó, akkor szerintem induljunk is el. Minél gyorsabban, még mielőtt ide ér a creeper, remélem hoztam elég blokkot. Hol van a láva? Az a láva eddig is itt volt. Már ott jön a láva. Jaj. Gyorsan föl kéne jutni. Hopp, itt vagyunk, oké. Hoppá, kicsit messze vagyunk a szigettől. Oda se neki. Mindig van 3, 2, 1. Hoha. Na most ez szívás lesz. Na most innentől kezdve ez szívás lesz, mert hogyan fogunk itt bejutni? Ez itt a nagyobb kérdés. Akkor szerintem blokkokat fogunk ütni. Aj, de ezzel egy csomó idő el fog menni. Istenem, hogy nem hoztam eleget. Aj, életemben tudjátok, mikor töltem utoljára a Minecraftba követ kézzel? Hát nagyon-nagyon régen. És már ott is van a lávaszín. Oké. Hopp. Oké, ez is megvolt. Jó, még azért egy dörtöt még itt szerezni kell. Oké, és gyorsan üssünk fát. Minél gyorsabban üssünk fát, én azt mondom. És a lávaszint egyre gyorsabban jön, és aj, Istenem, egy csomó időt elrontottam azzal, hogy ki kellett most ott ütnöm a követ. Nézzük meg az első feladatot. Addig ideállunk, a lávaszintet tartsuk szemmel. Első feladat, odalent várnak már rád a kis kedvenceim, le tudod őket győzni, és kell tudod hozni az Ender szemet? Hát nagyon remélem. Elsőnek spav pointot teszünk ide, másodiknak pedig nekiállunk craftolni, mert azért nem lenne rossz, hogyha lenne egy crafting table-öm, mondjuk itt. Oké, és elsőnek csináljunk gyorsan egy csákány. Jó, és akkor menjünk is lefelé, gyorsan. Ó, most ide jöttem, hogy minél gyorsabban tudjam kiütni cuccokat, és már itt is vannak. Aja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 j
kardravalóul, kardravaló azért az kéne. Vasacska! Hú, de jó, vajon mennyi vas van itt, oké? Okay, ez még mindig van, kettő, oké? Okay, még ezt a párat itt kiszedjük, jó, többet nem, de még itt van egy. És kellene valami, egy kemence kellene, hogy ki tudjam olvasztani, minél gyorsabban. És egy csomó blokkot kéne még szednem azért. Csinálunk egy furnácot, és betesszük olvadni ezeket a cuccokat, de azért ennyit teszünk, oké? Okay. Csinálunk egy kardot, hogy azért el is tudjunk indulni. Jó, királyság, világság, és akkor el is indulunk. Itt viszont vannak egy páran. De várjál, akkor... Oké. Okay. Kiszedjük. Oké, okay, nagyon jó. Ki van szedve? Üssed már ki! Na végre, oké. Okay. Csak megvan, viszont nagyon sötét is van. Itt is vannak még. Alig látok valamit, és ott van egy skeleton is. Oké, okay, ennem kell hús. Körbenézek itt, mennyire van, nem tudom, fenn a lávaszint. Hát eléggé. Addig szedek egy kis szenet. Az a tuti. Szereztem egy csomót, és van már jobb kardom is, viszont akkor elsőnek fáklyákat csináljunk, hogy lássunk is valamit, és még csináljunk azért egy jobb kardot, meg egy, majd egy jobb csákány, de egyelőre most ez is megteszi. Ezt gyorsan betesszük a másik kézbe. Gyorsan menjünk még mielőtt itt elérni. Oké. Nagyon jó. Itt jön. Vissza! Ez már most nehezebb, mint az előző volt, bármikor is. Oké. Okay. Oké, gyorsan vissza. Itt bajok lesznek. Akkor csak gyorsan. Oké, rásba. Oké, megvan az Enderszem, megyek is. Hello, papa! Ne! Oké, és gyorsan valahogy, nem tudom, tevessük vissza, vagy valami. Oké. Okay. Hú!
Milyen messze van a lávaszín? Hát ez már mindjárt itt van! Oké, gyorsan szedünk egy pár földet. Nem is tudom, azért jó sokat kellene. Szedtem egy pár földet, még ezeket azért itten gyorsan kikapjuk a helyéről. Biztos, ami biztos alapon. És akkor szerintem ne is húzzuk tovább az időt, tűnjünk el innen. Nagyon közel van már itt ez a láva. Pápá, pápá lávaszín, pápá. Örültem a találkozásnak, nagyon jó volt veled, de most már úgy hiszem, hogy tovább kéne állnom, minél gyorsabb ütemben. Mindjárt elérjük a második szigetet. Ez a pálya, ez már nehezebb, mint az előző volt amúgy. Lávamester aztán kitett magáért, az is biztos Isten. Meg is vagyunk, elvileg itt vagyunk. Királyság, királyság, királyság. Mi lesz itt a szisztéma? Nézzük, második feladat. Ó, már megint spawnolnak. Feladat. Nem maradhat el a parkör sem. Most viszont lesz egy kis társaságod. Ó, jaj, na parkör, ezen gyorsan végig kéne mászni magamat, és meg kéne szerezni az Ender gyöngyöt. Oha, ott van a társaságom. Ott van, oké, semmi gond. Viszont addig, jaj. Elfelejtettem valamit. Hát az, hogyha nem viszek blokkot magammal, az komoly komplikációkat is szülhet. Úgyhogy szerintem most gyorsan még mielőtt itt bármit csinálok, kiütök egy csomó blokkot. Há, viszont elfogyott a csákány, az bizony nem túl jó. Figyeljetek már, hogyha van ennyi mindenem, akkor craftolok én magamnak egy vas csákányt, mert azzal mégiscsak gyorsabban fogok tudni haladni. Hol a vaskardom? Itt van a vaskardom. Na, nem. Azért így hopp, 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 oké, és leráztuk őket. Hú, na mi van ecsém, nem tudtok idejönni, mi? Ilyenkor bezzeg néztek ki a fejetekből, mint Rozi a Vaziba. Ha? Haladjunk fölfelé gyorsan. Ez egy viszonylag egyszerű párkörnek tűnik nekem, de azért ne hagyjuk, hogy elbízzuk magunkat. Oké, nagyon jó, szuper, így is, meg ide is, meg ide is, meg... Jaj, ne már, Istenem! Mondtam, hogy nem szabad elbízni magamat. Az volt az én hatalmas nagy bajom, hogy elbíztam magamat. Elbíztam magamat, és azt nem lenne szabad. Pedig ez már a második sziget. Innentől már kevesebb van hátra, mint előre. De vajon ebből még mennyi van hátra, oké? Okay? Merre kell itt menni? Merre kell itt menni? A lávaszín már elnyelte az első szigetet! Úristen, oké? Okay. Valószínűsítem, hogy ide, oké. Okay. Nagyon jó. Na most nem kéne meghalni. Most nagyon nem kéne meghalni. Jaj, de ez szegény első sziget, hát mi lett veled? Oké, okay, fú, ezt az ugrást, ezt nem hittem, hogy összejön, de... De itt a második Ender Eye! Királyság, királyság, királyság. Menjünk, haladjunk fölfelé. Milyen messze van ez a sziget amúgy, amire most elindultam? Hát az a helyzet emberek, hogy nagyon messze van. És nagyon remélem, hogy lesz elég blokkom odáig eljutni. Ó, ahogy látom, ez valami prizmarinos kis sziget lehet. Várjatok, ide most már tudunk csinálni így lépcsőt. Csak óvatosan, hogy le ne essek, mert azért Jadavnak szokása csak úgy leesni. Nagyon jó. Itt van, itt van. Harmadik feladat. Harmadik feladat, eddig jól csináltad, de vajon a Gordonok ki fognak-e fogni rajtad? Merülj alá és meglátjuk. Aj, no, please, no, Guardianok lesznek itt. Ajaj, és honnan lesz oxigénem? Na, ez egy jó kérdés. Oké. Okay. Ó, szerencsé, hogy gyorsan meg tudnak halni, oké. Okay. Nagy levegő, emberek, nagy levegő, oké, okay. úszás. Ah, hello Guardian, én nem szeretnék veled rosszba lenni. Levegő. Oké, okay. Szerencsé, hogy ilyen gyorsan meghalnak. Ah, nem, engem azért nem kapsz el. Föl, itt a kiutás. Hopp, oké, okay. Megvagyok, ne gyere utánam, menjél vissza. Felvesz a cipőt, Jézusom, mekkora mobfesztivál van itt. Oh, mi ez? Csontos harcosok szerencsére együttéssel meghalnak. De egy lever, na az mindig jól jöhet. Ott van megint egy csontos, semmi gond. Hoppá, itt már úgy látom, hogy itt már... Ó, zombájnok! Igen, csak sokan vannak, igen, csak azt hiszik, hogy övék itt a birodalom. Menj vissza! Vissza! Ezt gyorsan kiütjük, még mielőtt itt leszponolná nekünk a csontos harcosokat. Mi a fene, várjatok, ez kész útvesztő. Ott egy csontos harcos. Hello, átengedsz engem, bajtás, átengedsz! Köszönöm, nem. Úgy látom, hogy itt kell valamit csinálni, nézzük meg. Aha, ott az ajtó, így kellett kinyitni. Ennek így kellett történnie. Aha, itt van a csontos. Ó, ez már mint hogyha kicsit keményebb lenne. Jesus, menj. Ó, skeleton is van. Haja, uha! Azt a mindenit. Szerintem ne húzzuk tovább az időt. Vissza. Oké. Okay. Ezek azért itt kemény legények. Ne. Leestem. Á. Vissza innen. Oké. Okay. Gyorsan újra. Ne. Lelő. Az Isten itt mindig lelő a csontos harcos. Gyerünk. Oké. Okay. Gyorsan. Oké. Okay. Föl. Könyörgöm, ne lőj le. Oké. Okay. Azt hittem már be vagyok ide szorulva. Mennyire lehet tőlünk a láva? Gyorsan nézzük meg. Uha! Hát azért ez már dögös. Na, megvan az utolsó Ender Eye. Van időnk, egy csomó időnk, mint a tenger, gondolom, oda kell átmenni. Gyorsan menjünk, gyerünk,
kerül, de sajtát az idő, de... Oké, szerintetek elég blokkom lesz? Simán elég blokkom lesz, oké. Az elején nagyon nehezen indult, de szerencsére most már itt vagyunk, viszont hova kell ez a három darab? Oda kell egy, az biztos, ide kell egy, az biztos, és az utolsót is berakjuk. Meg is nyitódott a portál, és a láva szint még messze, messze alattunk van, úgyhogy lávamester, ezt is megoldottuk, haja! És itt is vagyunk! Megúsztuk! Hát végül is itt is be vagyok zárva, de legalább itt nincsen láva. Úgyhogy most megkérlek benneteket, hogy írjatok kommentbe egy tippet, hogy szerintetek ki lehet lávamester, és hogyan kapjuk el lávamestert. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, és szeretnétek látni még ilyen lávafutásos videókat, akkor nyomjatok erre a videóra egy lájkot, iratkozzatok fel, és lesétek meg a leírás, és ott kaphatok a menőzsidó cuccot, továbbá a kalapos rókát is ott szerezhetitek be magatoknak, és én voltam, köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!